Jaj, hát még nem olyan szintű a ChatGPT fanyalgók, azok nagyjából azok, akik azt mondják, hogy jaj, de csak 40 méterre repült ez a ócska vacak. Ők nem értik azt, hogy itt 40 év múlva meg repülők fognak az egyik kontinensről a másikra vinni 300 embert. Nem látjuk azt, hogy hogyan alakítja a társadalmat, nem láthatjuk. Azt kell megérteni ezekről a modellekről, hogy ezek nagyon jól átlagolnak, tehát átlagos anyagokat nagyon jól adnak ki. De a fő kérdés az, és ez nehéz, hogy mi az emberi kreativitás, és mi a hozzáadott értéke egy szövegnek. Mondjuk egy reklám szöveg, az mitől lesz különleges, izgalmas, friss, újszerű. Azt gondoltuk, hogy nyelv nyelvalkotás egy ennél komplexebb dolog. És kiderült, hogy ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon okos algoritmusokat raksz össze, neurális hálókkal, meg ilyen cutting edge technológiával, és elég számítási kapacitást tolsz hozzá, és elég jó adatbázist, akkor végül is meg tud írni egy e-mailt, meg tud írni neked egy szerepjátékot, csomó minden meg tud írni. Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre. Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! Nagyon vártam már ezt az adást, mert egy olyan szakember ül itt velem szemben, aki 11 éve foglalkozik azzal a témával, és azt is mondhatnám, hogy szerintem köztetek is kétféle hallgató van, az egyik, aki már hallott róla, a másik típusú ember pedig már olvasott olyan e-mailt, amihez neki köze van, mert hogy a vendégünk Vavreg Balázs reklámszövegíró. Balázs, nagyon örülök, hogy itt vagy, és elfogadta a meghívásomat. Én is örülök, hogy itt lehetek. Én az a fajta ember vagyok, aki hallottam is magamról, meg olvastam is olyan reklámszöveget, amit én írtam. Akkor te vagy a Jolly Joker. Hát mondhatjuk így. Egy ilyen humán chat GPT. Chat GPT. Ez biztos véletlenül jutott eszedbe ez a szó, de lehet, hogy mégsem véletlenül, mert amióta megjelent a chat GPT, ez 2022. november 30 volt, hogy korhűek maradjunk. Már akkor fölmerült bennem, és azóta pedig még inkább, hogy szerintem az első terület, szakma, amit betámad, amit diszruptál, talán így hangzik ez a félig amerikai, félig magyar szó, tehát amit megzavar, finoman szólva, az a szövegírás, és azon belül is talán a marketing szövegírás, a reklám szövegírás, az értékesítési szövegírás, mi a helyzet ezzel a feltételezésemmel? Hát ez a millió dolláros kérdés, hogy milyen szakma marad és milyen megy. Önmagában az a nyelvi modell, ami a ChatGPT mögött van, az ugye akkor novemberben ez már a harmadik verziója vagy modellje volt, de önmagában ezt évek óta építik, fejlesztik. A GPT-1-et nem tudom mikor kezdték, de mondjuk ez egy ilyen 100 millió paraméteres dolog volt. A GPT-2, amiről azt hiszem írtunk egy-két posztot, hogy azért nem publikálják vagy teszik nyílt forrás kódúvá, mert félnek attól, hogy milyen hatással lesz a világra, gondolj mondjuk az álhírekre, az talán másfél milliárd paraméteres volt, jött a GPT-3, ami 170 milliárd paraméteres, és most a GPT-4, az pedig 170 billió paraméteres. Igazából ezeket nem nagyon tudod elképzelni, hogy ez mit jelent, annyit kell megérteni róla, hogy ez van, és durva, és az, hogy ez képes olyan szöveget generálni, ami emberinek tűnik, ez elég nagy meglepetést okozott mindenkinek. Azt akartam még az előző gondolatból kihozni, hogy az évek óta épült dolog, az a chat rész, ez, hogy te beszélgetni tudsz vele, ez egy ilyen user interface dolog volt, hogy elérhetővé tette, demokratizálta, mm -hmm. ha úgy tetszik. Nem kell letölteni github nem kell mókolni a gépeden, beszélgetsz vele nem volt egyértelmű, hogy ez mire lesz képes, és nem volt egyértelmű, hogy ez mondjuk képes ügyfélszolgáltat kiváltani, vagy reklámszövegírást kiváltani, vagy szerződést írni, vagy úgy bármit írni. Elég nagy meglepetés volt, hogy ilyen jól sikerült. Ez számodra is meglepetés volt? Annyira nem. Valamelyest ezt követtük azt, hogy a szöveggenerátorok mire voltak képesek, meg hol tartott ez a generatív ai a fejlesztése. Azt láttuk, hogy egyre jobbá válnak a modellek. Szerintem magukat a fejlesztőit is meglepte, hogy mondjuk egyre jól sikerült. Maga a trend az egyértelmű, hogy ezek egyre jobbak lesznek. Az, hogy hol van a plafonja, azt nem tudjuk. Lehet, hogy fejlesztők se tudják még. Egyelőre egyre jobbak lesznek. Ugye most elárulok a hallgatóknak, hogy 2023. május közepét írjuk. Jelenleg szerinted mire lehet jól használni a chatgpt t és mire nem? kicsit válaszolok arra is, hogy milyen szakmák lesznek biztonságban és maradnak meg. Önmagában a nem nagy hozzáadott értékű szöveggenerálást azt tökéletesen megcsinálja. Tehát az, hogy megírjon egy e-mailt az ügyfélszolgálatos, vagy panaszkodjál egy webáruháznak, vagy bármi, ami ilyen, ha őszinték vagyunk, nem annyira bonyolult szöveg. Tehát az ez történt, és ezt kérem tőled jellegű kommunikációt tökéletesen megoldja. Megoldhatja mondjuk azt, hogy vázlatot készítsen neked, mert jóval nagyobb adatbázisból dolgozik, mint amiből a te agyad dolgozik, mert egyszerűen nagyobb mintát tápláltak bele. Elképesztően jó a mintafelismerése, nem is össze tud foglalni szövegeket. Gyakorlatilag minden, ami információval dolgozik, ott be tudod építeni a munka folyamatodba, hogy egy ilyen nagyon általános választ adjak. A kérdés az, hogy kiváltja-e mondjuk a te munkádat, mint podcast készítő, vagy kiváltja a te munkádat, mint előadó, vagy kiváltja a te munkádat, mint reklámszövegíró. Most még biztosan nem, a jövőben pedig valószínűleg nem. Erre van egy ilyen gondolat, kísérletem, amit elképzelhetnék szívesen a hallgatókkal. Ugye azt kell megérteni ezekről a modellekről, hogy ezek nagyon jól átlagolnak, tehát átlagos anyagokat nagyon jól adnak ki. De a fő kérdés az, és ez nehéz, hogy mi az emberi kreativitás, és mi a hozzáadott értékei szövegnek. Mondjuk egy reklám szöveg, az mitől lesz különleges, izgalmas, friss, újszerű? nagyon nehéz ezt matematikailag leképezni, hogy, hogy mondjuk friss, vagy újszerű, vagy izgalmas. De nem minden közelítem meg, hanem mondjuk képzeljük el, hogy van tíz darab kávézó az Andrási úton, vagy bárhol. És tegyük fel, hogy ez a tíz darab kávézó ugyanolyan minőségű kávét képes beszerezni, ugyanolyan munkaerőt képes fölvenni, arculatuk mindegyiknek pöpec, hol lesz itt a versenyelőny. Mondjuk mindenki elkezdi a chatgpt t használni, és azzal írogatja mondjuk a Facebook posztjait, meg az Instagram posztjait, most már a képgeneráló algoritmusokkal hozza létre. De hogyha mindenki ezt csinálja, akkor hol a versenyelőny? Lesz 10 darab kávézó, 10 darab ugyanolyan minőségű poszt. Tal, meg kommunikációval. Valószínűleg kell valami külső ember, aki jobban használja mondjuk az algoritmust. Érti, hogy mit kell egy Facebook-poszttól elvárni, hogyan kell azt jól kimatekozni, prompt engineeringelni, ahogy mostanában mondják, hogyan kell vonzóvá tenni egy képet. Tehát az a fajta hozzáadott érték, amikor egy reklám szakembernek a sajátja azt beleviszi a rendszerbe. Ilyen értelemben. A ChatGPT, vagy mindenféle ilyen nyelvi modell egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szofisztikált kalapács vagy eszköz. Amit tudni kell használni? Tudni kell használni, igen. Te mire használod mostanában a munkádban, vagy egyébként a ChatGPT-t szoktad használni? Leginkább Google helyett. Tegnap gondolkoztam azon, hogy írok egy hírlevelt arról, ez még nem ment ki, de mire ez adásba kerül lehet, hogy kimegy, hogy miért zavar minket az, hogy reklámokat látunk. És erre van? Egy felszíni válasz, hogy azért, mert megszakítja a reszkesetek betörőket, azért, mert YouTube-on nagyon idegesít, hogy elindítanám a Partizán videót, és akkor meg kell néznem az 5 másodperces propagandát, azért, mert zavaró, azért, mert le akar nyomni valamit a torkomon, azért, mert bármi. Ez a felszíni válasz, és egyébként meg szerintem ennél mélyebbre is lehet menni, és pont próbáltam mélyebbre menni, és a Google-t használtam ehhez, mint 15 éve bárki. Csak az a helyzet, hogy megnéztem a Google-a találatokat, és ez az ilyen szétkereső optimalizált semmiket láttam, és nagyon nehéz volt olyan kulcsszavakat, meg olyan Google Promptokat adni, amivel így találok bármifajta kutatást, vagy friss anyagot, vagy jó anyagot. Ezzel szemben beírtam a ChatGPT-be, és kiadott nekem hét opciót. Mondom, adjál még, és kiadott még hetet. Mondom, adjál még, és kiadott még hetet, és ezek egy része egyébként nyilván fals vagy unalmas, vagy nem jó, vagy bármi, de van olyan, amit meg föl használni, hogy jó, akkor mondjuk ez egy olyan dolog, amin elindulok, kutatok, felhasználom, tovább gondolom. Tehát kiinduló pontnak használjuk, vázlatokra használhatjuk, arra, hogy van egy, legyen egy alapvázat, arra, hogy egy hosszabb szöveget összefoglaltassunk, arra használhatjuk. Tehát ez az ilyen kétkezi munkát a szöveg alkotásnál. Gondolkodni nem gondolkodik helyetted, az mondjuk hozzá teendő. Tehát akkor nem kell még aggódnunk amiatt, hogy Vavreg Balázs szintű hírleveleket fog írni a ChatGPT. Hát, ha ez a pont eljön, akkor lehetséges, hogy nagyobb gondunk is van annál. Most nem magamat akarom fényezni, hanem hogy most abba gondolj bele, hogy egy nagyon magas szintű szöveg megalkotása, most nem az én kell gondolni, bármire, hogyha erre képes, akkor lehet, hogy mondjuk így az így civilizációt diszruptáló dolog. Tehát nem hiszem, hogy az én hírlevelem lenne az utolsó mencsvár, hanem mondjuk egy olyan ember, aki a te bankszámla adataithoz hozzá akar férni, meg a belépéséhez, az mondjuk ír neked olyan e amiket ténylegesen elhiszel, vagy mondjuk egy politikai erő elkezd álhíreket terjeszteni. Tehát itt azért rajtunk túlmutató problémák is lehetségesek. De egyébként ettől még nem kell félni. Mert egyébként attól, hogy most levált minket. Egyébként nekem van egy olyan Hát nem kontáronak nevezném, de egy olyan hipotézisem, hogy eljöhet az az idő, amikor kapunk egy e-mailt, és nem fogjuk tudni, hogy azt az illető írta-e, aki lehet akár a barátunk, az édesanyánk, a, a bárki. És lesz egy második verzió is, amikor beszélünk egy ügyfélszolgálattal, tehát hanghívást bonyolítunk, és nem fogjuk tudni, miután letettük a telefont, hogy ott egy élő emberrel beszéltünk-e, hanem egy mesterséges intelligenciáltal felolvasott hanggenerátorral ez most már lehetséges. Mind a kettő, amiről beszélsz, az egy kérdés, hogy mennyire van megvalósítva. Tehát, hogyha elterjedte, használják-e. Most azt a példát tudom hozni, hogy én szemtanúja voltam annak, hogy egy magyar vállalat, egy temetkezés vállalat papíron hozott egy számlát, és autóval személyesen elvitt az ügyfélnek. Ez pár hónapja történt, amikor ezt de Na most értjük azt, hogy az, ami technológia lehetséges, meg az, ami mondjuk megvalósul, meg mikor adaptáljuk, az két külön dolog, de egyébként az lehetséges, és ezek nagy, nagy veszélyek, amikről beszélsz. És képzeld el, hogy egy adathalász e-mailt relatíve könnyű felismerni, bár már ezt sem mondanám, mert elég sokan bedőlnek, és nem is biztos, hogy ez az ő hibájuk feltétlenül, vagy csak az ő hibájuk, de azt gondolnád, hogy ezt könnyű felismerni. Most képzeld el, hogy valaki megszerzi a te telefonszámodat, mert Facebookra mindent kiírunk, meg, meg vannak már adatbázisok, meg el lehet lopni, meg csomó minden módon meg lehet szerezni, és ők van x órányi YouTube videó, hogy az egyik szeretted éppen beszél, vagy, vagy bármilyen módon megszerzed ezeket, és ezeket összerakja, és a te szeretett hangján fölhív téged, hogy mennyi ide, vagy vagy hagyd el a lakást, vagy utalj át neki valamit. Tehát, hogy ezek olyan fajta támadásokat tehetnek lehetővé, meg már tesznek most lehetővé, amikre nem vagyunk fölkészülve civilizációs szinten. Hogyan fog hatni, vagy akár már most, hogyan hat a ChatGPT a reklám szövegírói szakmára, akár a, a teljes marketingre, mit látsz ennek kapcsán? Tehát, hogy ebbe, ebbe a szférába mozogsz legtöbbet. Most mindenki azon gondolkodik, hogy ezt hogyan tudja beépíteni, és inkább arról beszélnek, hogy többféle reakcióval találkozom. Megjelenik ez a szoftver, nyomogatjuk, kipróbáljuk, rendben. Van egyik fajta hozzáállás, amit én nem tartok szimpatikusnak, hogy azt mondjuk, hogy de hát ez nem olyan minőségű szöveg, de hát a 7 éves lányom ennél jobbat mond de hát itt nyelvtani hibát vétett, de hát ott tárgyilag tévedett, és akkor nagyon sok energiát belerakunk abba, hogy bebizonyítsuk, hogy ez a szoftver ez hülye. Az, aki a nyelvészettel bármilyen szinten tisztában van, vagy a reklámszövegírás, vagy szövegalkotással, meg a technológia fejlődését követi, ha nem csodálja ezt a szoftvert, meg ezt az algoritmust, meg ezt az adatbázis, meg ezt az egészet, ami létrejött, szerintem akkor ő nem érti, hogy mi történik a világban, nem érti ennek a jelentőségét, nem érti azt, hogy milyen fajta problémák, matematikai kihívások, meg programozási nehézségek kellettek, hogy belemenjenek, vagy miket kellett megoldani ehhez. És azt mondja, hogy hát az ő munkáját nem veszi el, meg nincs lelke, meg nem tudom. És ez igaz is, tehát ennek nincs lelke, de hogy ez egy arrogáns hozzáállás, egy ilyen kicsit luddita hozzáállás. És van a másik, a techno-optimista, aki szerint, hát itt van az az alág, amelyik gyűlöli az embereket, és igazából mindent kiváltan algoritmusokkal, ezt se tartom túl szimpatikusnak. Meg van a techno-optimista, az, az a másik alága, amelyik igazából, nem tudom, tehát, hogy ilyen minden, ami fejlődés, az csak jó lehet, és, és marsot is kolonizáljuk, meg minden, minden legyen. Ő meg szerintem azt nem veszi figyelembe, hogy egyébként itt azért vannak civilizációs hatások, meg emberi sorsok nem konkrétan a munka elvesztésről beszélünk, hanem arról, hogy figyelj, vegyük a Facebookot, ami egy, most már mondhatjuk, hogy ez sokkal egyszerűbb dolog, mint mondjuk egy ilyen algoritmus, ami képes olyan szöveget alkotni, meg átmenni vizsgákon. Szóval ehhez képest az egy sokkal egyszerűbb dolog, de azt nem látták még az alkotó se, hogy mondjuk egy elnök választást eldön. Vagy az, hogy polarizálja a társadalmat, vagy az, hogy fölzabálja a nyilvánosságot, vagy az, hogy álhíreket ilyen szinten tesz elérhetővé, vagy terjeszt, az, hogy ennyire vélemény buborékokat hoz létre, és ilyen szinten alakítja a társadalmat, ezt nem látták a készítőse, pedig nem hülye gyerekek csináltak. Ezzel azt is mondod, hogy a Chat GPT-nek is lehetnek olyan hatásai, amit most még nem is tudunk elképzelni? Abszolút mértékben. Az a helyzet, hogy most azért beindult az aranyláz, meg a megmondás. Tehát bármi történik, akkor marketingeseknek van egy ilyen rettenetesen irritáló hozzáállásuk, hogy eltemetik a régi szoftvereket, és megmondják, hogy éppen hogyan fogja a forradalmi forradalom átalakítani a világot, általában azért ők tévednek. Abba gondolj bele, hogy 1913 van, és neked meg kéne értened ott az újságokból, a médiából, hogy jön egy világháború, és az négy évig fog tartani. Vagy 1890-valahányban azt mondod újságolvasóként, hogy jaj, hát az emberek sosem fognak repülni, és közül már Angliában két ember éppen most rögteti meg az első repülőgépet. Most a előbbi ilyen, jaj, hát még nem olyan szintű a chatgpt GPT fanyalgók, azok nagyjából azok, akik azt mondják, hogy jaj, de csak 40 méterre repült ez a ócska vacak. Ők nem értik azt, hogy itt 40 év múlva meg repülők fognak az egyik kontinensről a másikra vinni 300 embert. Nem látjuk azt, hogy hogyan alakítja a társadalmat, nem, láthatjuk. Elég megnézni, sőt, egyébként javaslom is a Pessimist Archives nevű oldalt, ami azt mutatja, hogy megjelenik a technológia, hogy megjelenik bármi, Mondjuk a regényolvasás, a rádió, a televízió, és mindig minden apokalipszis. Tehát 1870-ben a regényolvasó fiatalok már nem tudnak tanulni, a regényolvasási láz az fölfajja az ifjú nemzedékünket, és minden technológiánál előadják ezt a félelmet, és mindig tévednek. Nem láthatjuk a jövőt igazából. Tehát ez szerénységre intének mindenkinek megpróbálja megjósolni. Térjünk egy picit az értékesítési szövegírásra aminek te az egyik mestere vagy Magyarországon, és nagyon beakadt egy mondatod egy másik podcastből, az pedig az, hogy az e-mail tárgya az nem arról szól, hogy összefoglaljuk, hogy mi van az e-mailben, hanem az e-mail tárgyának egyetlen egy célja van, hogy megnyissa a kedves felhasználó azt a bizonyos e-mailt. Biztosan hallgatnak minket sokan, akik így úgy, de azért ők is írogatnak hírlevelet, próbálkoznak ezzel. Tudsz nekik mondani néhány olyan fontos alapelvet, amivel könnyen ki lehet emelkedni a tömegből, mert én is rengeteg e-mailt kapok, szerintem te is, nem tudom, hogy te mennyi mindenre vagy feliratkozva, de nagyon sok mindenre is, nagyon kevés az az e-mail, amit tényleg megnyitok, és nem bánom meg, hogy megnyitottam. Tehát az a dupla pipa. Szóval milyen nagyon egyszerű elveid vannak, amivel ki lehet emelkedni a tömegből? Kicsit tehát tehetem a kérdést, tehát Csergyi visszatérve, hogy azt figyelem meg mondjuk kezdőbb szövegíróknál, vagy a szakmát tanulóknál, hogy leragadnak a szavak szintjén, és mondjuk azon gondolkodnak, hogy ide egy jobb jelzőt teszek, akkor ez egy jobb tárgymező lesz. És én ezt azt szoktam javasolni nekik, vagy arra próbálom rávezetni őket, hogy mindig strukturálisan gondolkodjunk. Tehát mondjuk van egy anyagom, ez lehet mondjuk egy e-mail, de bármi lehet, és mondjuk az elejére szeretnék valami olyasmit tenni, ami megragadja a figyelmet az nem egy jó tanács, hogy ragad meg a figyelmet, mert most ez olyan, hogy egy a Form autóval meg gyorsan kell menni, és úgy lehet futamokat nyerni. Itt a hogyan a kérdés. És mondjuk elkezdek gondolkodni azon, tehát nem azt, hogy milyen jelzőt rakjak, hanem struktúrálisan ott valami módon figyelmet kell felakartan. És mondjuk azt mondom, hogy kedves Bolya émi, nyisd meg ezt az e-mailt. Mondjuk ez nagyobb esélye nyitod meg, mint nem. De mondjuk megtanulod azt, hogy ezek egy ilyen merchfield berakható dolgok, tehát hogy a piacon leképződik valahogy, valamilyen kontextusban megérkezik ez a bolyai minis meg ezt az e és nekem ezt figyelembe kell vennem, hogy te azt gondolod, hogy ez nem egy személyes megszólítás, hanem hogy tízezer embernek mindenkinek a saját nevével megy ki. Akkor ezt figyelembe veszem, és azt mondom, hogy jó, akkor van-e olyan probléma, ami téged foglalkoztat, és mondjuk a napi száz émélet közül azt tudom mondani, hogy ez a legfontosabb. Egyáltalán van -e olyan témám, van-e olyan dolog az e-mailben, másrészt ezt hogyan tudom kommunikálni. Mondjuk rámehetek az identitásodra, hogy a podcast készítőknek figyelniük kell a ChatGPT során arra, hogy vagy mielőtt fölveszed az ország egyik legjobb szövegírójával a beszélgetést, előtte mindenképpen tudnod kell, hogy. És mondjuk ezt nagyobb esélyen nyitod meg, mint nem. Vagy én vagyok a nav, és azt mondom, hogy átvételi értesítő, azt azért úgy megszoktuk nyitni, Igen. és általában megbánjuk, mert kiderül, hogy valami érkezett egy ilyen, átvettük, megkaptuk vagy rámetek a demográfiádra, hogy mondjuk budapesti 35 éves podcast készítőknek azt tudniuk kell, hogy. És akkor valahogy így gondolkodom, hogy strukturálisan milyen elemek lehetnek azok, amikre fölfigyelsz, és utána írok valamit, és utána kezdem el ezt kicsinosítani, hogy milyen jelző, milyen állítás, milyen ígéret. Ezt már én is tapasztaltam, meg mástól is hallottam, hogy amikor olvasom egy-egy e-mailedet, -egy e olyan magabiztosan, olyan olykor már már nagyképűen, és most vedd jól, de olyan megrendíthetetlen önbizalommal tudsz foglalkozni, mintha egyáltalán nem érdekelne az, hogy aki elolvassa, ő mit fog szólni hozzá. Van egy ilyen hipotézisem. Mi ebből az igazság? Vagy ez a 11 év folyamatos munkának, tanulásnak és fejlődésnek az emlék, hogy ennyire gyémánt minőségűre vannak csiszolva már az értékesítési e-mailjeid? Jót kérdezel, és Végig kell gondolnom. Az egyik része valószínűleg alkati, hogy amikor megnyilatkozom, azt így teszem. Ez nem tudom, hogy miből fakad, lehet, hogy egy pszichológiai ülés témája lehetne. A másik része az, amit mondasz, hogy rutin van mögötted, tehát hogy azt nem fogom álszerényen eltagadni. A harmadik része, hogy nekem van egy olyan felfogásom, és ezt a karizmatikusság, meg az előadóság, meg a megnyilatkozom, vagy e-mailt írok, vagy bármit csinálok, bármilyen témáról, és azt szeretném, hogy emberek figyeljék, olvassák, szeressék, hogy azt kell megérteni, hogy itt emberek életével játszunk, nem szó szerint, hanem mondjuk kérünk 10 percet, amíg elolvassák azt a levelet. Vagy kiállunk egy színpadra, akkor 20 percet ránk szánnak, vagy, vagy bármennyit. És azt már nem kapják vissza. Tehát ez egy nagyon értékes dolog, amivel mi ott gazdálkodunk, és szerintem kutya a kötelessége minden előadónak, hogy erre fókuszáljunk, úgy fölmenni a színpadra, hogy oda visz egy olyan témát, ami nagyon fontos. És azt szoktam mondani, hogy amikor mondjuk előadóknak segítek, mert mondjuk rendezvényünk van, vagy mentorálok valakit, vagy bármilyen módon próbálok lelket önteni valakibe, hogy alapvetően az, hogyha neked mondjuk éppen fáj a fejed, vagy ballába keltél fel, vagy nem a te pártod nyert, vagy kikapott a Juventus, vagy akármi történt, az azért nem katasztrófa, meg azért lehet úgy fölmenni a színpadra, hogy nagyon jó vagy utána, mert nem te vagy a fontos, amikor színpadra mész, hanem van egy náladnál fontosabb téma igazából nem azért ülnek be emberek, hogy az én gyönyörű arcomat lássák, bár mondjuk az se elhanyagolható tény, hanem hogy mondjuk a reklám olyat mondjak, ami egyrészt szórakoztató, mert mondjuk jobb, hogyha az, mint hogyha unalmas, másrészt hasznos. És hogy ezt várják mondjuk az előadástól, és nekem kutya kötelességem ott akkor ezt megadni, másrészt pedig, hogyha jól csináltam a felkészülést, akkor tudom, hogy ha én szar vagyok, még akkor is az a téma nagyon fontos, azt itt tolom magam előtt. És ők ezért jöttek. Hát innentől kezdve, hogy ha jól csinálj meg az ember a házi feladatot, akkor igazából a téma fontosságából lehet sok erőt nyerni. Ez kicsit olyan, mint amit szoktam mondani, hogy lehetőleg olyan témával álljon ki valaki közönség elé, amiben száz százalékig hisz. És a 90 meg a 95 az kevés, mert ha minél nagyobb kvázi a tét, minél nagyobb a közönség, az az, az 5-10 százalék bizonytalanság, az meg fog jelenni a hangodon, a testbeszédeden, a fura testmozgásodon, a bizonytalan szemkontaktuson, akkor a szövegírásban is így van, hogy ott is a 100 százalékig hiszek abban, hogy a célközönségemnek ez egy hasznos megoldás, szolgáltatás termék, amit én most itt értékesíteni szeretnék. Ez a nulladik lépésem ez igazából az üzleti modelletből, hozzáállásodból kell, hogy fakadjon, hogy az, amit én csinálok, az jó, aznak van egy hozzáadott értéke. Nem kell, hogy mindenki szeresse, nem kell, hogy mindenkinek minden igényét kielégítse, de mondjuk itt van ez az asztal, vagy itt van ez a pohár, ez egy adott célcsoportnak jelentsen értéket. Nem biztos, hogy mindenki, aki, úgy általában poharat keres, annak pont ez a pohár, pont ilyen áron, pont ilyen dizájnban, de hogy ennek akkor piacképes, ha van piaca. Most ez egy nagyon triviális mondás, de hogy az egy megfordított logika, amikor úgy jönnek oda emberek, hogy figyelj, itt van ez az unikornis csináló gépem, ami körmöt fest, meg lakkoz, meg aurát lát, meg nem tudom, hogy én ebben nagyon hiszek, ez nekem nagyon tetszik, akkor ezt add el. És akkor megkérdezed azt a tényleg ilyen nagyon triviálisnak ható, ilyen bugyuta dolgot, hogy de amúgy ennek van piaca? Hogy ez úgy kell bárkinek? Vagy ezt úgy validáltad? És azt mondják néha, akik mondjuk utána nem sokáig maradnak vállalkozók, hogy hát de én ezt nagyon szeretem. Oké. Okay. Én a lajhárokat nagyon szeretem, de még nem csináltam köré üzleti modellt, ami működne, hogy hogyan foglalkozok lajhárokkal, bár ez bár még persze megtörténhet. Még Tony robbins hallottam azt a mondatot, hogy ne a termékedbe és a szolgáltatásodba legyél szerelmes, hanem az ügyfeleidbe, jó értelemben véve. Igen, alapvetően itt arról van szó, hogy problémákat oldunk meg. A termék az csak egy ilyen, azt szoktam mondani, ezt nem mindenki szereti, hogy a termék az egy unalmas dolog. Tegyük fel, hogy valakinek van egy olyan termék a szolgáltatása, amiben ő 100 hisz, annak a szolgáltatásnak van piaca is, de mégis sok embernek nem megy az értékesítés. Tehát, hogy valahogy mit tapasztalsz, mi van ott a háttérben, és hogy lehet ezen átlendülni? Nagy kérdés. Sokféle rétegű választ tudok adni. Az egyik az, hogy az értékesítés nehéz. Ez most nem elégít ki senkit. De lehet, hogy kielégít valakit. Tehát, hogy azért azt értsük meg, hogy a kommunikáció az egy nagyon nehéz dolog. Értékesítés nagyon nehéz dolog. Valakit rá kell vennem valamire. Tehát, hogy ez nem könnyű. Az egyik olvasata az, az önismereti, tehát az, hogyha úgy vagyok vele, hogy én utálom a reklámokat, mert a reklámok rám akarnak tukmálni dolgokat, erről kiteletünk erre, hogy egyébként nem tudunk rábeszélni téged olyanra, amit valahol mélyen nem szeretnél. Tehát, hogyha megvesszük azt az iPhone-t, azt a kocsit, azt a bármit, amit igazából az osztály találkozón azért úgy letagadnánk, hogy megvettük, de ettől még ez rólunk elmond valamit, és lehet, hogy ezzel nem kényelmes szembesülni, csak mondjuk egy felnőtt ember szembesül vele. Mondjuk úgy vagyunk vele, hogy nekünk ne reklámozzanak, az én partizán videómat ne szakítsák félbe, engem zavar, én nem akarom plakátokat látni, nem akarom a szórólapot, hagyjál a Facebook életeseddel. Csak van ez a furcsa dolog, hogy miközben akkor nyitok egy kávézót, akkor ott tájékoztatom, idézőjel, a nagy közönséget a cégem még egy idézőjel híreiről. Na most ennek az egyik feladása az, hogy amit én csinálok, annak van egy hozzáadott értéke, jó kávét csinálok, az emberek szeretik, és hogyha ez eljut hozzájuk, akkor az ő életük gazdagabbá válik ettől. Tehát jó termék, jó embereknek, jó áron, minden jó. Ez szerintem etikailag egy védhető dolog. A másik része, hogy ezt lehet úgy hozzáállni, hogy akkor nem kommunikálok, de csődbe is lehet menni. Tehát most azt el kell fogadni, hogy egy túlkínálati piacon működünk, és kommunikáció nélkül nem lehet vinni céget lehet vinni olyan területen, hogyha mondjuk a paksi atomerőműnek te vagy a beszállítója, és kettő darab cég van az egész országban, amely erre képes, és mondjuk törvénybe van iktatva, hogy csak magyar cégtől lehet venni, és mondjuk ismered azt, aki ezt megvásárolja. Ilyen helyzetekben, de ezek ugye nem tisztán piaci helyzetek, ilyen helyzetekben lehet marketing kommunikáció, marketing stratégia nélkül létezni, de egyébként az átlag ember, az átlag cég vagy kommunikálja az értékét, vagy csődbe megy. Tehát, hogy ezt nem nagyon lehet szépíteni. Elkanyarodtam a kérdésedtől, ami az volt, hogy miért nehéz értékesíteni. Leginkább azért, mert amikor én el akarom adni neked ezt a poharat, akkor a legtermészetesebb, legelső válaszreakciót, hogy hát azért nem mond meg, majd én azt én tudom, hogy milyen poharat akarok, meg egyébként csak kell nekem pohár. Tehát, hogy innen indulunk. És van egy réteg, aki itt azt mondja, hogy jó, hát bocsánatot kérek, hogy megszólaltam, bocsánatot kérek a létezésről. őket elveszítjük, ők csődbe mennek, vagy nem tudom, elmennek bármi más csinálni, amiért nem értékesítés. És van egy olyan réteg, hogy jó, de amúgy, ha neked ténylegesen szükséged van erre a pohárra, akkor miért ellenkezel? Mi ennek az oka? Én mit tudok mondani, hogy megnyugtassalak? Tudok-e ezzel bármit tenni? És hogyha igen, akkor megtalálom ezeket a kommunikációs paneleket, mondatokat, rátalálok-e az érvekre, amik megnyitnak téged? Itt hozzá kell tennem, hogy csak olyan embernek adunk el poharat, akinek erre szüksége van. Ez etikailag is így helyes, meg üzletileg is így értelmes. Hol a határ az értékesítés és a manipuláció között? Ezt tőlem is szokták kérdezni a tréningen, hogy mi akkor a, karizmatikus emberek, a karizmatikus előadók, ők manipulálnak minket? Mi a helyzet az értékesítés és a manipuláció kapcsolatával? Tudom, kicsit ilyen filozofikus kérdés, de kíváncsi, hogy mit gondolsz. Ez ebből azon is múlik, hogy mit értünk a szavak alatt, talán nem tudnék olyat mondani, hogy akkor eddig a pontig el a kommunikációt ez értékesít, és innentől pedig a Rubikon át kell a manipuláció és végveszély. Inkább azt mondanám, hogy alapvetően nem lehet kiszedni a rendszerből a mögötte lévő szándékot, hogy az, amire rá akarnak engem venni, az nekem hasznos-e, vagy nem hasznos. Mondjuk azt manipulációnak tartanád, meg rossz befolyásolásnak, hogy valaki rá akar sózni egy törött poharat, vagy egy olyan kriptó valamit, ami egy shitcoin, vagy bármi fajta módon csalásra akar rávenni. De hogyha ugyanez az ember azt mondaná, hogy figyelj, amikor elmész biciklizni, akkor vegyél már föl egy sisakot, mert ha betörik a fejed, attól nem érzed magad jobban, ahogy a költő mondja. Tehát az meg, most értetted, hogy hiába operál olyan nyomasztásokkal, amire azt mondanád, hogy ez nekem nem kényelmes, ettől még a szándék a jó. Árnyalja a dolgot azt, hogy milyen szándék van benne, meg árnyalja a dolgot az is, azt szoktam mondani, hogy mennyire látható a befolyásolási kísérlet. Hogyha egyértelmű a helyzet, hogy én egy reklámot csinálok, te egy reklámot nézel, és én ezt a porrat képviselem, és ezt adom el neked, te pedig ehhez úgy tudod kialakítani a viszonyulásodat, tudod, hogy nekem ez az érdekem, akkor szerintem ez egy tiszta helyzet. Amikor te meglátsz egy reklámot, azonnal analizálod és értékeled? Sajnos így vagyok azzal, amikor meglátok valakit előadni a színpadon, akár egy konferencián, akár egy workshopon, bárhol, és így nem is tudom kikapcsolni ezt, a, ezt az analizáló elmémet már sajnos. Tehát mi a helyzet? Teljesen ez. Gondoltam. Én vagyok az, akivel meg kell állni a szórulapot elvenni, meg kell állni lefotózni a City Light-ot, a plakátot, és akkor minden sokáig tart velem, hogyha sétálunk nem tudom, kikapcsolni, Facebook hirdetéseket mentegetek le, meg küldök át kollégáknak, tehát ez egy ilyen kikapcsolatlan dolog. És így arányaiban véve mennyi elrettentő példát látsz, és követendőt? Milyen ez a szakma? Sok rossz reklám van, kevés jó. Szerintem ez minden szakmában mondjuk a parejtó elvet alkalmazó 80-20-ra mondhatnánk. Nincs a fejemben egy ilyen reprezentatív mint amiből ezt kiszűröm. Sokkal több a rossz reklám, mint a jó. Ez igazából ha a kávézód van az Andrássy úton, vagy bármilyen céged, akkor ez, ez jó hír, mert azt jelenti, hogy nincs annyira nehéz dolgod, mint hogyha mindenki nagyon jó reklámokat csinálna. Mi ez Amerikával? Előttünk járnak ezen a téren, sokan mondják, hogy marketingbe, kommunikációba több éves forjuk van, értékesítési szövegírásban is? Igen, hát maga a szakma ott született. Tehát ők már akkor reklámszövegeket, meg értékesítési szövegeket írtak, amikor mi azt próbáltuk kitalálni, hogy mi az, hogy KFT. Meg egyébként a politikai kommunikáció, a PR, az előadás technika, a rendezvény technika nagyon sok minden előttünk jár. Meg eleve a chat GPT onnan jön. Tudsz mondani néhány olyan trendet nekünk, amit tekint már látsz, hogy akár mainstream, akár próbálkoznak vele, és nálunk még nem annyira jellemző, de meg fog jelenni néhány év múlva? Akár valami disruptív, ha használjuk a szólt. Nagyon érdekes a dolog, itt visszautalok arra, hogy mi az, amit látunk, és mi az, ami átültethető. Tehát mondjuk abban biztos vagyok, hogy most ugye mindenki azon kattog, hogy a chatgpt t hogyan tudom használni a cégemben. How do I profit from this? Uh -huh. Ez beindult neki. De az, hogy arányaiban Amerikában többen fogják használni, az szinte biztosra lehető, mert egy érettebb piac, meg egy vállalkozó barátabb szemlélet is van az emberekben, meg egy olyan piaci környezet, ami ezt jobban támogatja. Bár mondjuk ott sem. Kolbászból van a kolbász maga az, hogy automatizálás az egyre erősebb lesz, maga az, hogy ez a AI-szerű dolgok, meg a chat kliensek, meg a nyelvi modellek, meg a képalkotó algoritmusok beépítése minden szoftverbe, ez gyakorlatilag minden piacon maradó szoftvert érinteni fog. Tehát, hogy tegnap olvastam a Zapier beépíti a Google-nek, amikor ezt fölvesszük, ő, Európában nem elérhető, de ők is kidobták a saját modelljüket, a Facebook-nál gőzörűvel fejlesztik, és ők is kidobták a saját modelljüket, ami szintén nem elérhető Európában. Most mindenki erre megy rá. ChatGPT ide, ChatGPT oda, neked hogy néz ki egy átlagos munkanapod? Fölkelek akkor, amikor szeretnék. Ez nekem nagyon fontos volt, hogy ne kelljen bemennem valahova nyolcra, mert ez a gondolat, ez nekem nem fekszik. És nem azt mondom, hogy a kedves hallgatónak így kell hozzáállni, én azt mondom, hogy az én életemben rengeteget olvasok és írok, elmegyek ebédelni valamit, visszatérek, rengeteget olvasok és írok, általában előadásra készülök fel, mert mondjuk elmúlt egy hétben adtam három előadást, tehát most, hogy összesűrűsödtek, vagy belső kérdést tartunk, az az én életem nehézsége, hogy nagyon sok fajta projektben vagyok benne, ami igazából én ezt szeretem, meg élvezem, de sokszor mentálisan fárasztó az, hogy ugrál innen, oda, onnan ide. Jelenleg nem tudom ezt elképzelni máshogy, mert mondom, élvezem azt, hogy most ilyen területtel, most olyannal, most előadás, most belső kérdés, most mentorálás, most ez, most azt, most az, sokféle módon állok hozzá a kommunikációhoz. Én tudom magam, hogy nem erősségem az írás, inkább beszélni szeretek jobban, és tudom azt, hogy még hogyha be is van írva a naptárba, hogy ú, most Facebook posztot kell írnom, amit persze lehet már chat GPT-vel is, de az mégse olyan szerintem. De a lényeg, hogy nekem nem megy csettintésre az írás az a kérdésem, hogy neked ez hogy megy, illetve amikor rossz napod van, mert szerintem azért neked is szokott néha lehet rossz napod lenni, akkor hogyan veszed rá magad, vagy hogyan hozod magad olyan érzelmi állapotba, hogy zseniálisan kreatív legyél, és csak így folyjanak ki a szavak így az ujjaidből, ahogy a billentyűzetet simogatod. Mi a trükk? Az a szerencsénk, hogy ez a szakma nem annyira kreatív, mint amilyennek laikusok számára tűnik innentől kezdve elvileg veszélyeztetettebbek vagyunk a ChatGPT által. Alapvetően egy reklám szöveget azért olyan sokféleképpen, most a struktúráról beszélek, fölépíteni nem lehet. Tehát valahogy fölkeltem a figyelmedet, valahogy érdekeltét teszlek, valahogy elkötelezlek, és valahogy ráveszlek egy kattintásra, vagy bármilyen cselekvésre, a modell. Tehát ezt évek óta ismered, nem használod, mert nem használod, de hogy évek óta ismered nagyon sokféle, mondjuk sales letter nagyon sokféle vázlat van a fejemben, de hogy azért alapvetően mindegyiknek a felépítése ezt követi. Tehát az emberi kommunikáció nagyon máshogy csinálni nem lehet. Az, hogy milyen címeket írunk, azért ott is struktúrálisan egy véges számú felépítés van. Ilyen szempontból el lehet kezdeni úgy, hogy nincs ötleted, és ez segíti azt, hogyha nagyon alaposan lekutatod a témát, amit egyébként kötelező megtenned, hogyha hatékony akarsz lenni, meg most már a ChatGPT segít elkezdeni. Tehát, hogy bedobál ötleteket, azt mondod, hogy mi lenne, hogyha a helikoptert összehoznád a kávéval, ötletei nekem brainstormolját, és akkor azt a fajta mechanikus munkát, amikor ülsz a papír fölött, és akkor rakosgatod össze az ötleteket, ezt végül is gyorsabban megcsinálja neked, mondjuk akarnod kell ezt a brainstormingolást Igen. kitalálnod, tehát hogy azért még te fogod a kalapácsot, és te ütsz azzal ide-oda, ha nem jön a nagy ötlet, akkor elkezded csinálni ezeket az ilyen sziszi mechanikusabb munkákat. 11 éve foglalkozol reklámszövegírással, ez azt jelenti, hogy gyerekkorodban is már ceruza volt a jeled, onnan indult a sztori, vagy milyen volt a, a kis Vavrek gyerekkorában, hogy állt a szövegíráshoz, vagy akár a kommunikációhoz? Nem tudtam, hogy mi akarok lenni, ez szerintem generációs, hogy tőlünk mindenki azt kérdezi, hogy mi akarsz lenni, és nagyjából egyik y generáció se tudott erre mondani. Jó, van, aki rendőr akart lenni, van, aki buszsofőr, van, aki tanár, Mindhárman megszívták, de hogy van, akinek van ilyen elkezése azt veszem észre, hogy sokunknak nem volt. Maga a kommunikáció az engem nagyon foglalkoztatott korán. A magyar órákat nagyon élveztem, nagyon szerettem versekkel, novellákkal foglalkozni, olvasni, úgy általában írni. Ez a fajta rész megvolt, de az, hogy mondjuk 15 éves reklámszövőkérő vagyok, ez így nem volt meg, ez úgy 20 uh -huh. éves korom körül jött. De Mi? utána el, el kapott, azt éreztem, amikor elolvastam az első ilyen szakirodalmat az angol nyelven, hogy úristen, ez a legizgalmasabb dolog egyike, és berántott. És nem tudom, hogy miért. És még mindig beránt. Persze, tehát hogy kijön egy ilyen chat GPT, akkor én ezt óriási lelkesedéssel nyomogatom, meg a nyelvészeti oldala is érdekel. A nyelvészetben sajnos nem vagyok annyira otthon, mint amennyire lehetnék, mert hogy reklám foglalkozom, és azért 24 órai nap, de ezek nagyon izgalmas dolgok. Eleve az, hogy hogy képződik le a nyelv a te agyadban, és utána az hogyan kerül a papírra, mit jelent az, hogy ez szöveg jól van megírva, hogy ez mérhető -e valahogy, mit jelent az, hogy egy ilyen gép az nyelveken szól, vagy hogy mondjam, tehát egy ilyen Uh -huh. emberi minőségű nyelvet állít elő, ami visszautaljuk az elejére, hogy ez meglepetéssel ért fel. Azt gondoltuk, hogy nyelvalkotás egy ennél komplexebb dolog. És kiderült, hogy ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon okos algoritmusokat raksz össze, neurális hálókkal, meg ilyen cutting edge technológiával, és elég számítási kapacitást hoz hozzá, és elég jó adatbázist, akkor végül is meg tud írni egy e-mailt, meg tud írni neked egy szerepjátékot, csomó mindent meg tud írni. Gyerekkorodhoz visszatérve még, szülei vonalról is jöhetett a kommunikáció szeretete? Anyám a rádióban dolgozott. Podcaster volt. Mondhatjuk úgy, a 20. századi podcaster volt. Ilyen vonal, igen. Nagyapám vállalkozott, de nem, ne, nem egy ilyen íródinasztia sarja vagyok. De még egy íródinasztiát felépített. Ez igaz. Ez azt jelenti, hogy 10-20 év múlva is írni fogsz? Hát, vagy ha a Piti elveszi a munkám, akkor sírni. Nem tudom. Valószínűleg igen, tehát nem látom most azt, hogy ne ezzel foglalkozzak. mert Túlságosan szeretem, túlságosan izgatnak itt szakmai kérdések, meg projektek, de nem tudom, lehet, hogy elmegyek lajhárokat etetni Dél-Amerikába. Unikornisokkal. Hát, ha van olyan, akkor azokat is szívesen etetem. Külföldi piac? Mert hogy megint laikusként azt gondolom, hogy van a mi kis magyar nyelvű magyar piacunk, de hogy az amerikai piac az egy világszintű piac, és ott gondolkodtál már, hogy te is kiterjeszted a tevékenységedet? Ez elméletileg lehetséges lenne, mert sok reklámszöveget írtam már angolul, gyakorlatilag pedig jelenleg nem érdekel annyira, hogy erre konkrét lépéseket tegyek. Túlságosan szeretem a meglévő ügyfélköröm, meg, meg úgy ide köt sok minden. Nem zárom ki ide, nem mondanám, hogy most ez terve van. Hadd hozzak be egy, egy élményt veled kapcsolatban. Még sok-sok éve részt vettem, szerintem egy kreatív kontroll által szervezett ilyen szövegírói képzésen, ahol te is előadtál, és az első dolog, ami feltűnt benned, hogy egyrészt nagyon igényesen fogalmazol előadás közben is, sok más előadóhoz képest, másrészt pedig nem ősztél, már akkor sem, és most sem őzöl. Ez egy tudatos folyamat eredménye, vagy egyszerűen az embereknek abba az egy ába tartozol, akik valahogy úgy születtek, hogy nem őznek amikor stresszes helyzetbe kerülnek. Hogy vajon az őzike az űzik -e? Jót kérdezel, tehát nem tudom így. Abba biztos vagyok, hogy szeretnék jól előadni. Amikor kiállok színpadra, akkor van bennem egy ilyen igény, hogy, hogy az jó legyen. Egyrészt ez egy hiúsági dolog, másrészt meg úgy gondolom, hogy az alázatba beletartozik, hogy amikor kiállok, akkor az össze legyen rakva. És ennek része az, hogy elemezzem a hibáimat, és próbáljak javítani rajta. Nem tudom visszaidézni azt, hogy lehet, hogy mielőtt láttál, lehet, hogy előtte ősztem, ezt, ezt nem tudom megmondani. Az érvényes választ, hogy nem tudom? Persze, itt minden, minden Igen, érvényes. Nem, nem tudom. Ezt kicsit tovább is fűzöm. Nem csak, hogy szerintem nagyon jó előadó vagy, hanem van benned egy, megmerem kockáztatni, akár egy szakmai maximalizmus is, ami akár szerintem olykor perfekcionizmusba is át tud hajlani. Ezt mennyire érzékelem jól, lehetséges-e ilyen? és ha igen, viszonylag irányított kérdés, podcasterek most egy fogják a fejüket, de nem baj. Szóval, ha van ilyen, akkor emögött pedig mi van? Van egy ilyen ambícióm, még régről, hogy Magyarország legjobb reklám szövegírója legyek, ha? ami egy, igazából egy értelmetlen állítás olyan szempontból, hogy nem lehet lemérni, meg nem is biztos, hogy van értelme. De egészen biztosok benne, hogy van egy csomó olyan ügynökségnél dolgozó szakember, aki elképesztő zsenialitással dolgozik, és hihetetlen munkákat raknak le, és nem összemérhető azzal, amit én csinálok. Tehát ez a melyik zene a legjobb éppen típusú dolog. Minden esetre ezzel a fajta hozzáállással csinálom a dolgaimat, ez, ez egy ambíció oldaláról közelített válasz. Az meg a gyakorlati, hogy meg kell tanulni elengedni szövegeket, és az nem egyértelmű. Tehát, hogy mikor van kész egy hírlevél mondjuk, vagy mikor van kész egy podcast, mikor van kész egy vázlat, egy bármi. Ezt meg kell tanulni, hogy mi az, ami elég jó, mert egyébként mindent lehet még tovább finomítgatni és iterációkat létrehozni. Erre nem tudok ilyen egyértelmű választ neked, hogy mikor van valami készen, de ez egy tanulási folyamat része, amikor úgy látod, hogy ez már publikálható minőségű. Valószínűleg van egy mintafelismerés az agyadban, hogy mi az, ami, amit már minőségi, ami már tesztelhető, ami már jó. Ezzel volt a küzdelmeim, meg ahogy észreveszem, junioroknál, vagy kezdőbeknél, vagy nálam fiatalabbaknál is előforduló, tipikus. Küzdelem, hogy mikor van valami kész. Ez visszamegy a perfekcionizmusra. És gyerekkorban hogy kaptad ezt a perfekcionizmust? Mi az, ami ezt táplálhatja? Nem tudom, hogy ez perfekcionizmus-e, vagy alapvetően az ember jó takara. -e. Lehet, hogy perfekcionizmus. Figyelj, szerintem egyébként lehet, hogy buborékból beszélek kifelé, de nem hiszem, hogy emberek úgy élnék a napjaikat, hogy csinálok ma valamit, ami jó, nem olyan jó, vagy amit csak úgy összecsapok nem ilyen emberek vesznek körül, meg nem ilyen emberekkel érzem jól magam. Szerintem mindenki szeretné azt, hogy amit létrehoz, arra tudjon büszke lenni. Azt érezze, hogy ez egy tisztességgel elvégzett munka. Részben ezt teszi az ember boldoggá. Ez nagyon tetszik a válás, és szívemből szólt el. amikor írunk egy könyvet, vagy írunk egy hírlevelet, kiadunk egy podcastot, akkor azt szeretnénk, hogy arra azt mondják, hogy na, ez, ez, ez egész jó volt. Ez egy érdekes kérdés, hogy azt mondják-e, vagy én tudjam-e, hogy ez egy... Melyik? Szétválasztható-e? a szétválasztható? Szerintem azért érdekes dolog, mert a mi abban a hogy képes vagy szakmailag jól dolgozni úgy, hogy a piac azt nem igazolja vissza. Egy vállalkozó képes szakmailag jól csinálni valamit úgy, hogy igazából belebukik a terméke. Ez olyan szempontból nem nevezhető hibának, hogy ez a piaci működés természetes része. Azt, hogy Magyarországon ezt talán kevésbé érzik, vagy gondolják így, az a Történelmi, meg gazdasági fejlődésünk hiányosságára vezethető vissza, de egyébként egy egészséges piacgazdaságban a kudarc az visz előre, meg az gyümölcsöző lehet, és úgy építik ki azt a piacgazdasági környezetet, hogy a kudarc az sose végzetes legyen. Most nagyon elkanyarodtam, de visszatérve a kérdésre, alapvetően érzed, hogy mi az, ami meglátod, tudod, kialakul benned, hogy mi az, amikor jó munkát végeztél, akkor is, hogyha nem igazolja vissza a piac. Tehát, hogyha jó az e-mail, de alacsony a konverzió. Például erre gondolsz? Például. Vagy tartasz egy előadás, és lehet, hogy nem tapsolnod de tudod, hogy egyébként mennyi munkát tettél bele, és szakmailag a felépítése helyes volt. Nagyon sok minden miatt félremehet. Lehet, hogy ballába keltél föld, de egyébként maga a szakmai tartalom az rende volt. Lehet, hogy a közönség igazából már elfáradt, nem erre kíváncsi, vagy úgy mentél föl, hogy eldöntötték ők, hogy nem fognak szeretni. Nagyon sok minden múlhat ez, amire nem mindenre van ráhatásod. Nyilván a pályád elején úgy idézőjelben csak hírleveleket írtál reklámszöveket, ma már, ahogy mondtad, tanítod is előadások. Hogy néz ki most az így arányaiban nézve? Talán 60 az ügyfélmunka, és 40 az, hogy előadók, vagy meetupot tartók, vagy mentorálok. Vagy 70-30, nem fele-fele. Még többet dolgozom ügyfél oldalon, mint, mint előadás. Öt év múlva hogy fog ez kinézni, mi a, mi a víziód ezzel kapcsolatban? Mert azt értem, hogy továbbra is szövegírás, reklámszövegírás értékesítés? Hát, ha se egy GPT hagyja, <laughs> ez egy nyitott kérdés bennem, nem tudom még. Hogyan töltődik fel egy reklámszövegíró? Vagyis nem egy reklámszövegíró, hanem te. Azon kívül, hogy bárhol meglát egy reklámot, azonnal analizálja is. És... Igen, ezért mondjuk elmegyek bázakeretjére, és sok az erdőben sétálgatok, nagyon szeretek olvasni nagyon szeretek Diablo kettőzni, amire kevesebb időm van, mint szeretném. Barátaimmal vagyok, elmegyek edzeni, biciklizek mondjuk. Igyekszem olyasmiket csinálni, aminek kevés köze van a nyelvhez, vagy az alkotáshoz. Most ennek látszólag elemond az olvasás, de igazából azt nem érzékelem úgy, hogy nyelvhez van köze, hanem úgy, hogy valakivel beszélgetek, aki egy filozófus, vagy Nádas Péter, vagy Eszterházi, vagy bárki. Ez egy nagyon, nagyon furcsa dolog a az olvasás. Kicsit egyébként mindig olyan érzésem volt, hogy mondjuk, mondjuk az Ávada Peti, vagy a Simon Marci, vagy a jelenkor. És azért ném dropolom ezeket, hogy a kedves olvasó megvegye ezeket a köteteket, meg a szerzőket. Be fogjuk linkelni majd őket a Mindenképpen. Oldalra. Mindenképpen. Ugye az érdekes dolog, hogy most már a ChatGPT fogja megírni azokat a verseket, amiről mindenki azt mondja, hogy olvassa, de valójában nem. Na mindegy, hát messze volt április 11, majd jövőre majd kirakunk pár verset, amit még emberek írtak. Na de hogy, hogy, amikor ilyeneket olvasok, akkor egyrészt maga az, hogy esztétikailag ezek fantasztikus dolgok, filozófiailag is képesek olyat mondani, amit mondjuk nem tudnál elég nímposztól megkapni. Emellett pedig mondjuk megírni egy verset három óra, hogyha olyan színvonalon csinálod, mondtam egy számot. Uh -huh. És elolvasod három perc alatt, tehát hogy igazából az életet keretét, azt a 70 évet, ami jutott neked Magyarországon, mert ugye Magyarországon élünk, és azért itt van olyan egészség, ami nincs, ezt ki tudod tágítani, hogy akkor te egy regényben átéled azt, amit a szereplők, a fiktív szereplők átéltek. Tudsz bánavadász lenni, mobidi. Tudsz Manchesteri kapitalizmusban szenvedni, hogyha ez a vágyad valamiért. Dickens regények beszél, hogy gazdagítja az életedet ilyen értelemben. Időutazás, ilyeneket tudok mondani. Balás, elérkezünk most már nálad is a villámkérdésekhez villámkérdések, villámválaszok. Előtte viszont még a kedves hallgatókat kérem meg arra, hogy ha még nem iratkoztatok föl esetleg a Karizma podcastre, ott, ahol ezt most éppen hallgatjátok azon a platformon, akkor most bátran kövessétek be, vagy kattintsatok rá. No, és akkor villámkérdések. Nem tudom nem megkérdezni az egyik kedvenc kérdésemet. Mi az az előadói trükk, amit gyakran használsz, és nem szívesen osztanád meg a Karizma Podcast hallgatóival, de most mégis megosztod. Szeretem bevonni a közönséget. Van ez a klasszikus, hogy tegye fel a kezét, akinek van keze. Ez sokféleképpen lehet például azt, hogy valamikor előadtam a Lurdiban, és ott úgy kezdtem el, és ez egy nagyon tudatos dolog volt, de szerintem nem érződött annak, és fölmentem a színpadra, kicsit vártam, ha tesztünet, ezt tőle tanultam, és azt mondtam, hogy van egy történetem, ami velem esett meg, de mindannyiunkról szól. És kinéztem, hogy elmondhatom. És erre nyilván bólintanak. Ha nem bólintanak, akkor így jártak, mert folytatom tovább. Mondtam tovább, hogy nyolc éves vagyok, karácsony van, és egy filmet nézünk. Melyik filmet? És mutattam a fülemmel, hogy várom a választ. És mondták, hogy reszkessetek betörőket. Mondom, így igaz, reszkessetek betörőket, nézzük 5 percet, 10 percet, 15 percet, de megakasztja valami. Mi? Mutattam a fülemmel, mondták, hogy a reklámszünet. És akkor így folytattam tovább, és ez azért jött ki jól szerintem, mert úgy éreztem, hogy ők bekapcsolódnak és jönnek velem. Tehát előadóként az egy nagyon nagy feladat, hogy amiről te beszélsz, azt igazából fölkínálod, hogy akkor most foglalkozzunk ezzel. De ennek előadói feladat, hogy ezt érdekesséted, könnyűvéted a befogadást, könnyűvéted azt, hogy, hogy menjenek veled, hogy visszautaljak erre. Ú, ez egy nagyon szép példa, nagyon tetszik. Szoktam mondani, hogy egy előadás alatt az előadó egy utazásra hívja a közönséget, és az elején, az első néhány percben konkrétan eldöntik az emberek, hogy te felszállnak a repülődre, vagy nem. És egy ilyen technikával nagyon profi. Egyébként az is tetszett benne, hogy jelen időben mondta a szándékosan, tehát még inkább oda vonz őket, ez megvan váladtak. jó. Következő kérdés. Ha újra kezdenéd a karriered, akkor mi az, amit másképp csinálnál? talán jobban figyelnék a saját igényeimre. Tehát én hajlamos voltam arra, most is hajlamos vagyok, hogy túl sokat dolgozzak, vagy túl sokat kattogjak, és nehezen kapcsoljak ki. Elmegyek vásárolni, biciklizni, bármit csinálni, és közben ügyfél dolgokon gondolkodok, uh -huh. és ez nagyon lefárasztja az embert. Meg én úgy indultam, hogy hét napból heted dolgozni, ami pár évig csinálható, utána a kiégés. Tehát erre jobban figyelnék, de azt is tudom mondani, ez ilyen nagyon én önfejlesztős válasz lesz, hogy a hibáim nélkül nem lennék az, aki vagyok, ez igaz, de nem biztos, hogy ezeket úgy élvezettel megismételném, hogyha lenne rá módom. Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor minek köszönheted a sikeredet? Jobban akartam, mint mások. Mi a legnagyobb félelmed? Hogy egyedül maradok. Mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy őrültség? Leginkább abban, hogy alapvetően minden ember, még a leggonoszabb is, jót akar. És végül, hogyan lehet veled kapcsolatba lépni, Balázs? Hogyan érdemes, mit javasolsz a kedves hallgatóknak? Hát mondjuk, ha valaki feliratkozik a hírlevelemre, és arra válaszol, akkor azt egyrészt elolvasom, másrészt válaszolni is szoktam rá. Szuper ezt pedig a wavregbalás.hu oldalon tehetitek meg, sőt, hogyha felmentek a karizmapodcast.hu-ra, akkor ehhez az adáshoz is létrehozunk jegyzeteket, és megtaláljátok majd azokat a könyveket is, költőket, műveket, amiket Balázs ajánlott, sőt, lehet, hogy még majd kapunk tőle extra javaslatokat, és azokat is fel fogjuk oda tenni. Balázs, nagyon köszönöm ezt a nagyon intelligens és nagyon izgalmas beszélgetést, és külön köszönöm a a nagyon pontos, precíz válaszaidat. Éreztem, hogy amikor jön egy kérdés, akkor tényleg így magadban nézel, és, kiteszed azt, ami, ami, ott van benned ezzel a kapcsolatban, ez szerintem nagyon nagy érték. Szerintem csak úgy érdemes nem, nem csak podcastet csinálni, hanem úgy általában a kommunikációt, hogy az ember nem kenegeti a dolgokat. És még egy példát elmondhatok, hogy ezt hogy, hogy szoktam fölfogni, vagy ráirányítani a figyelmet, hogy, hogy az, hogy mennyi emberek kommunikálunk, az még egy kis cég tekintetében is egy nehezen elképzelhető dolog. Itt azzal kezdtük, hogy hány milliárd paraméter, meg ezek befogadhatatlan számok. Már az is, hogy tízezer fővel kommunikálok. És azt szoktam mondani, hogy gimnáziumi osztály, vagy egy egyetemi csoport, 30 fő. Ezer emberek kommunikálsz, akkor szorosz fel, hogy az hány szorosa a gimnáziumi osztályodnak. És képzeld el, hogy a LinkedIn posztodat ennyi ember látja, vagy a hírlevelet. És ez egy kicsi elérés. Nem arról van szó, hogy a fél országot rádióreklámmal megszórom. Azért van felelősséget, hogy mennyire gondoltad te azt át, amit ott átadsz. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatók mostantól sokkal jobban átgondolják. Nem az mit volt a cél, hogy az ideget ideget berakjam mindenkiben. hanem a precizitást és a struktúrát, az nagyon fontos volt, amit mondtál. Hát fia, akarja jót csinálni, és az szerintem már úgy egy jó kiindulási pont. Minden más csak technikai dolog, hogy hogy írom, mint írom. Abszolút. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Sok sikert kívánok neked, és további izgalmas profi leveleket írjál még sokat, és én is örömmel olvasom majd ezeket a hírlevel listádon. Köszönöm a meghívást. És köszönöm szépen nektek is, kedves hallgatók, hogy itt voltatok. Bízom benne, hogy ti is sokat tanultatok, inspirálódtak itt a jövőről, a chat ről az értékesítési szövegírásról. Találkozunk a következő adásban. Addig is a legjobbakat kívánom mindenkinek. Sziasztok!